Méltónak tartjuk, hogy az utódokra hagyjuk a magyarok királyának, Istvánnak, a szent hitvallónak életét és tetteit úgy, ahogyan egykorú és igaz tudósításokból vettük, nem követjük a grammatikusok tudákos és mesterkedő írásait, sem a bölcsészek okoskodását, vagy a szofisták fecsegését, mert balgatagság a mély tengereknek vágni, ha még a réven átkelni sincs erőnk. Bárdolatlan nemzet volt a magyar. Megáltalkodottan tévejgett sokáig hitetlenségében, szentségtelen pogány módra hitvány babonákat követett. Tetszett ekkor Isten üdvözítő bölcsességének, hogy véget vessenek bűneiknek, hogy megszüntesse az ördög játékait, és legalább a nemzet maradékai eljussanak az üdvösségre. Támasztotta nekik Szent István királyt, ki világosság lett a sötétségben. A keresztényi hitigazságában nevelkedett, így tette alkalmassá az Úr, hogy népét is megnyerje neki. Esztergom városában született. Még gyermekkorában tökéletesen beavatták a grammatika tudományába. Atya ugyan fejedelem volt, de eleinte pogány. Idővel a dicsőséges Szentlélek megvilágosította, és ő megértette az élet útjának fényét, követte az evangélium tanítását, és eljutott az igazság színéhez. Eközben isteni látomások arra indították, hogy összes hadnagyait az igaz Isten ismeretére hajlítsa. Azokat pedig, akikről tudta, hogy más úton járnak, erővel és fenyegetéssel kényszerítette hódolatra. Előregedvén, midőn már érezte, hogy nem sokára meg fog halni, trónja örökösének, fiának nagy nemzetű feleséget szerzett a német-római császár kiterjedt rokonságából. Apja halála után István a főemberek és a nép kedvezéséből még ifján került az ország trónjára. Buzgó lélekkel kezdte az igazság terjesztését, és ám bár évei szerint még virágzó ifjú volt, szívét nem szavában hordta, hanem szavát szívében. Felette buzgott a szentírásért, és ezért kiváltképpen ügyelt, hogy elhatározásaiban igaz legyen. Miképp bölcs Salamon mondja, a bölcs hallgatva bölcsebb és okosan tartja a kormányt. Nem szerette azokat, akik igaztalan cselekszenek, vagy megadják magukat az igazságtalanságnak. Isten parancsolatainak hűsáfára volt mindenképpen. Elgondolta, hogy regula nélkül hagyván a Szent Keresztségben újszülött népet, könnyen visszaeshetnék vétkes oktalanságába. Ezért népét az egyház törvényeire oktatta, meghajtott nyakára regula és törvényigáját rakta, és teljességgel eltörölte a gonoszok minden tisztátalanságát. A krónikaírónak könnyű dolga volt, amikor mondatokba fogalmazta az első koronás magyar király István életét, hiszen neki csak a tényeket kellett megörökítenie. Annál nehezebb volt a dolga Szent Istvánnak, amikor megörökölte apja Géza halálakor 997-ben a nagyfejedelmi hatalmat. Európa nyugati felében, harmadik Ottó német-római császár idején viszonylagos béke uralkodott. Ez a nyugalom és béke azonban senkit nem csapott be. Az ifjú nagyfejedelem tudta, hogy nyugati irányból, még akkor is, ha bajor felesége Gizella révén rokoni kapcsolatban áll a német földön hatalmon lévőkkel, tehát nyugati irányból könnyen érheti támadás. Ő azonban, mert ennek tudatában volt, egyúttal fel is vérteződött az esetleges támadás ellen. Amikor Szent István megörökölte a nagyfejedelmi hatalmat, attól az úttól kezdve, amely őt Nyitráról a garammenti bényi erődbe vitte, majd onnan magyar és német harcosai élén Veszprém felé Koppány ellen, tehát ekkortól nagyfokú határozottság jellemezte a fiatal uralkodót. A hatalomgyakorlás különböző megnyilvánulásainak olyan egybefüggő rendszere bontakozott ki, amely az évtizedek során életműbe testesült. Amint az aranyból vert érem két oldala, bár két képet mutat,
mégis egyetlen egészet alkot, úgy tartozik nála egybe az államalapítás és az egyházszervezés, még akkor is, ha mindkettő komoly előzményekre támaszkodhatott. A nomád államból, melyet apjától örökölt, 3 év alatt keresztény királyságot formált, ami nem 10 éves ifjonc tanácsosainak, főurainak, harcosainak óhatatlanul is kiszolgáltatott fiatalembernek tulajdonítható, hanem érett, uralkodásra fölnőtt, karizmatikus személyiségnek, aki már pajzsra emelése, tehát szűk vagy bő évtized óta tudatosan készült bevégzendő feladatára. A keresztényként nevelkedett ifjú nagyfejedelem még beszélte a sztyeppék nyelvét, és aki csak ezen a nyelven értett, ő e nyelven szólt hozzá. A döntő csatában életét veszített koppány holttestét a sztyeppékről hozott bolgár-török szokás szerint a harcosok fölnégyelték, és a győztes parancsára az országba szétvitték 4 vár, azaz Veszprém, Győr, Székesfehérvár, Gyulafehérvár kapujára kiszögezték. Ez a keresztény szempontból halott gyalázásnak tűnő tett a bolgár-török íratlan írott törvénykezés bevett megoldása volt égbe kiáltó bűnök esetén, és kioktatta az értetlenkedőket. Ennek köszönhetően István hosszú uralkodása 41 esztendő alatt mindössze 2 alkalommal kellett még fegyverrel hadba szállnia az országon belül magyarok ellen. Az erdélyi Gyula anyai nagybátyja Gyulafehérvár, Ajtony pedig Marosvár központtal olyan tartomány urasságot hozott létre, ami az államszervezéshez nélkülözhetetlen hatalmi központosítást bizony veszélyeztette. Amikor 1003-ban hadba vonult Gyula ellen István, sikerült elkerülni a vérontást, és az erdélyi részek István haderejének fölvonultakor meghódoltak. Ajtony vezér viszont a délkeleti végeken 1028-ban fegyveres ellenállást tanúsított, és bizony fegyver által veszett el. Az államalapítás meg az egyházszervezés szorosan egybefonódott, és a kettős folyamat munkásai nem tudták és nem is akarták a teendőket elkülöníteni. István király, valamint segítői számba vették az egyre inkább helyhez kötődő, de még igencsak változatos népesség területi elhelyezkedését, és megszülettek a döntések a püspöki és a várispáni székhelyeket illetően. A keresztény koronázott királya hatalom adta kereteket új és európai tartalommal töltötte meg, törvényei és egyéb intézkedései révén a nomád társadalom eresztékei szétestek, és az önpusztító belharcok nélkül megteremtődött a korszerű keresztény társadalom a Kárpát-medencében. Egy igazi magyar társadalom, vele a túlnyomó többségben latin rítust követő keresztény magyar királyság is megszületett. Thank you.
István nagy királyunk, téged égsföld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent úrának hal. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, itt kincsét, mindenét. Elbújdostál, megkerestünk, áldott légyen a szentég, országunkba bévezettünk, szívünk bőrő mélyben ég. Drága kincsünk feltaláltunk, Magyarország vigadoz, itt van kit óhajtva vártunk, ezer áldásokat hoz. Inségedben ide néz, Isten után erősséged, megoltalmaz ez a kéz. Megvigasztal mindnyájunkat, hatalmunkban vastagít, megtágítja országunkat, végig megtart boldogít. Megtágítja országunkat, végig megtart boldogít. Szent István életrajz írójának azon állítása, hogy István Esztergom városában született, csak félig igaz, mert 970 táján még nem volt városnak nevezhető az a fejedelmi szálláshely, amely a Várhegyen a római tábor kőmaradványaira rátelepedett. A 11. század második felében, amikor a legenda íródott, a már 3-4 templommal rendelkező hegyen ott állt a királyi vár. Ott működött Szent István óta az ország sokáig egyetlen pénzverdéje, s a várhegy alatt sokasodtak a kőből épített házak. Ekkorra tényleg város jellege volt Esztergomnak, ami az egyik királyi székhelynek számított.
Szent István születési éve nem maradt fenn írott forrásokban. Ám a történészek többsége szerint 970 táján születhetett Géza és Sarolt fia Vajk. 2-3 év múltán a Szentgalleni apátságból jött Bruno szerzetes, Gézát és Vajkot a keresztség szentségében részesítette a királyi szállás helyen. Az anya Sarolt már keresztény volt, őt keletről jött papok keresztelték meg. Apa és fia nem mentek idegenbe az új hitért, hanem saját felségterületen nyugatról érkezett térítőktől fogadták az új hitet és annak megpecsételését, a keresztséget. Mindketten az István nevet kapták, aminek görögből latiná lett eredeti szava, annyit jelent, mint megkoszorúzott, vagy ha jobban tetszik, megkoronázott. Tehát a név megválasztására is gondosan ügyeltek. Géza fölvette ugyan keresztény nevét, de nem viselte, és erkölcseiben, gondolkodásában megmaradt pogánynak. Vajkból viszont igazi István lett, keresztény gondolkodású, latin műveltségű ifjú. A keresztelés színhelye föltehetőleg nem Esztergom, hanem Fehérvár volt. Pontosabban a várdomban álló négykaréos kerek templom, amely akkor már ott állt. Szent István születési idejének behatárolása azért fontos, mert a 990-es években érett ifjúként tudatosan készült a hatalom átvételre. Ennek előtt találkozott Szent Adalberttel valamikor a 980-as évek második felében, aki őt megbírmálta és tanította, oktatta. Ez utóbbin nem a mai értelemben vett tananyagot kell érteni, hanem azt, hogy a sokat látott, számos országban megfordult főpap, Prága püspöke Adalbert elbeszéléseivel rányította István szemét az akkori Európára, a nyugati és a keleti kereszténységre. Istvánt ismeretlen nevű papok már gyermekkorában tanították a keresztény hitre és gondolkodásra, tehát korán lelkébe és elméjébe ivódott. Személyisége, jelleme keresztény erényekkel ékeskedett, amint azt később uralkodói tettei bizonyították. Szent Adalbert minden bizonnyal komoly szerepet játszott István házasságkötésekor, és segített a párválasztáson túl a dinasztikus kapcsolat létrejöttében. István és Gizella házasságuk első éveit a nyitrai várban töltötték, majd a nagyfejedelmi hatalom megöröklése, vagyis 997 után Gizella szálláshelye Veszprém vára lett. Itt születhetett korán elhalt idősebb fia Otto, aki néhány évig trónörökösnek számított. István és harcosai Veszprém közelében arattak győzelmet Koppány felett, amit Szent Márton égi közbenjárásának tulajdonítottak. Pannonia Szenthegyén, a mai Pannonhalmán, ekkor már szorgalmasan építkeztek azok a buzgó szerzetesek, Adalbert társai, akiket Géza a halála előtti évben telepített oda. A pannonhalmi monostor templomát 5 év alatt fölépítették, és fölszenteléskor, az időközben királlyá koronázott István, a szerzetesi közösséget örök időkre gazdagon megajándékozta. A nagyfejedelmi hatalom megszilárdítása olyan ütemben haladt, hogy István 3 év múltán, vagyis az 1000. év nyarán elérkezettnek látta az időt, hogy felségjelvényeket kérjen, sem nem keletről, a bizánci császártól, sem nem nyugatról, a német birodalom urától, hanem Rómából, a pápától, Szent Péter apostol 141. utódjától, második Szilveszter pápától. A koronakérésre bizalmas emberét, Szent Adalbert egykori társát, Asztrikot szemelte ki, a legalkalmasabbat, aki sikeresen eljutott Rómába,
majd kevéssel az ezredik év karácsonya előtt visszaérkezett a koronával és a zászlós lándzsával, vagyis a felség jelvényekkel. Második Szilveszter személyében kiemelkedő pápa ült Szent Péter apostol trónusán, aki a koronaküldéssel áldását adta az új keresztény király személyén keresztül a létesülő egybeszerveződő keresztény magyar királyságra is. Asztrik a koronázás után visszasietett Itáliába a pápához, aki az 1001. esztendő tavaszát Ravennában töltötte. Itt, az ősi keresztény városban, a húsvétkor tartott zsinaton kapta meg Asztrik a pápa áldását István számára a magyar keresztény egyház megszervezéséhez. Asztrik visszatérte után Szent István király elkezdte a püspökségek szervezését. 1001 és 1009 között 7 került megalapításra, 1025 és 1038 között pedig 3. A magyaroknak kedves 10-es szám, ami többek között a hadrendben jelen volt, az egyház szervezésben is érvényesült. A király akaratából 10 falu épített egy templomot, 10 magyar egyházmegye fedte el a teljes magyar keresztény királyságot, vagyis a Kárpát-medencét. Szent István és Boldog Gizella házasságából több gyermek származott. A második fiú, Imre, 1007 táján született. Bátyja Otto halála után ő lett a trónörökös. Apja is az egész ország reménysége. A neki írt intelmek nem csupán az uralkodáshoz tartalmaznak számos jó tanácsot, hanem tanújelét adják azoknak a bensőséges atyai érzelmeknek, amelyekkel az apa István a fia Imre iránt viseltetett. Ezért törődött ő maga az utód testi-lelki-szellemi gyarapodásával, emiatt adta mellé lelki atyaként a Velencéből jött Gellért szerzetest. Lett tanulja az ifjú Imre éjszakai imádságának, vitte magával az országot bejáró útjaira, többek között Szent Márton hegyére, vagyis Pannonhalmára. Ám István nem csupán a békés honalapításban tartotta, tudhatta fiát maga mellett. Imre, mint trónörökös, ott volt apja oldalán akkor is, amikor német seregek törtek az országra. Szent Imre, a varék zsoldosok parancsnoka, vitézen védte a magyarok honát. A hadiküzdelem a trónörökös vitéz élete során párban járt a többi kemény küzdelemmel. Imre vadászat közben veszítette életét az 1031. esztendőben. Gyászborult ekkor az apa, Szent István, az anya Gizella és az egész magyar nép lelkére. A gyász okozta fájdalom fokozódott, amikor Szent István szerint uralma ellen rokona Vazul föllázadt. A koronázott keresztény király nem engedhette a királyságot visszahullani a nomád fejedelemségbe, a keresztényé vált népet a pogányságba. Ezért a lázadót megbüntette, miközben a Vazul leszármazottainak megbocsátóan menekülésre alkalmat adott. Magának Velencei Péter személyében utódot keresett, s ami a legfontosabb, országát és népét tanúk jelenlétében a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Az országnak és a magyar népnek az Isten szülő Szűz oltalmába ajánlásával bátran mondhatni, példát, iskolát teremtett a keresztény uralkodók számára, amelyet halála után másfél évszázaddal később elsőnek a francia király követett. Idősen, aggodalmaktól sem mentesen, ám Jézus Krisztus anyjának közbenjárásában és az isteni gondviselésben bízva, az Úr 1038. évének augusztus havában, pontosan 15-én, vagyis Szűz Mária mennybevételének ünnepén, minden bizonnyal szülővárosában, Esztergomban szenderült jobb létre. Tetemét az általa alapított második királyi székhelyre, Székesfehérvárra, az ország szakrális központjának számító királyi bazilikába vitték, és ott helyezték örök nyugalomra, másodszülött fia Imre mellé. Az igazságos, a békeszerető és jámbor király szelleme onnan sírjától és valahai fehér márvány trónszékétől sugárzott szét századokon át a magyarságra. László király kezdeményezésére 1083 nyarán, pontosabban augusztus 15-én hatalmas sereg gyülekezett Fehérvárra, a temetkezési bazilikába, hogy István szenté avatásának tanúi legyenek. Tudjuk, hogy ez némileg akadályoztatott, és augusztus 20-án történt meg István fölemelése,
pontosabban a szenté avatása és a nyilvános kultusz elkezdődött. Az első szövegek, amelyek Szent István tiszteletére íródtak, ekkor rögzítődtek, igaz, hogy latin nyelven, de mégis magyar érzéseket, magyar gondolatokat fejeztek ki velük a középkori szerzők. A 12. század elejéről pedig a Codex Albensisben fönnmaradt Szent István tiszteletére énekelt zsolozsma néhány első énekes szöveges tétele. Szent István tisztelete töretlen volt a középkoron át, és a barokkorban új lendületre kapott, érthető módon, hiszen fölfedezték, hogy István Máriának a koronát fölajánlva valójában az egész országot, az egész népet is fölajánlotta. A 20. században Szent István napján, augusztus 20-án, az ő szenté avatása napján tartott körmenetek különleges jelentőségre tettek szert, mert a Szent Jobb nyomán az egész nemzet vonul kísérvén ezt az erekét, amely szól elsősorban Szent István személyének, a neki kijáró tiszteletet kifejezve, de valójában az egész nemzeti egység itt augusztus 20-án megjelenítődik. Magyar hazánk, te jó anya, fiad dicsérd ma, őt dalold, zengjen a himnusz dallama hozzá, ki mindig párt fogolt, ámen. Ő néked igaz fényt hozott, hitfényét adta át neked, istenes törvényt alkotott, mely üdvösségre elvezet. Mennyei hírnök jelzi már atyának, hogy majd jönni fog. Vértanú István földre száll anyjának szólni jóslatot. Mint libanoni cédrusok, olyan sudár, mint kisgyerek, s miként előre megmondatott, a vértanúról kap nevet. Oktatják híres doktorok, szent műveltségre nevelők, s jámbor erkölcse fölragyog már zsengén minden nép előtt. Már életének hajnalán az üdv ígéit hirdeti, s a magyar nemzet, a pogány, a keresztséget elnyeri. Ragyogva kél az égi fény, s ki tévei rabja volt, a nép elhagyva sűrű éjjelét megvallja Krisztus szent hitét. Imádás légyen, tisztelet néked, hármas egyistenünk, segíts elérnünk mennyeket, mint szent királyunk kér nekünk. Ámen. Szent István királyon beteljesedett az, amit az apostol írásában is olvasunk, hogy sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, meg ami a bölcsesség könyvében van, akit az Úr szeret, azt megfenyíti és megostoroz minden fiút, akit magához fogad. Sokféle isteni fenyítékben volt része, hiszen 3 éven át szakadatlanul betegeskedett. Mikor azután az Isten kegyelmének gyógyszerével meggyógyult, ismét érezte, hogy csapások fenyegetik fiainak elhalálozása miatt, az örökbíró titkos végzése folytán.
Fiait ártatlan csecsemőkorukban elvette az, aki adta. Ezeknek halála miatt való szomorúsága ellen a szülő, az életben maradt szent életű fia Imre iránti szeretetében keresett vigasztalást. Ezt, mint már egyetlent, szenvedélyesen szerette, és minden áldott nap Krisztusnak, meg az ő mindenkoron szűz szülőjének ajánlotta imáival. Minden vágya az volt, hogy ő legyen az utóda majdan, és ő legyen országa örököse. Hogy pedig annál rátermettebb legyen ekkora ország kormányzására, igaz hitű férfiak tanításának meghallgatására kötelezte naponkinti olvasással. Atyai szeretete hevével maga is írt számára egy könyvet az erkölcsök rendszeréről. Ebben hűségesen és nagy gonddal lelki intelmek szavait szólja hozzá, és kioktatja őt arra, hogy mindenek előtt a katolikus hitet hogyan kell fenntartania, az egyházi rendet megszilárdítania, a főpapi méltóság iránt tiszteletet tanúsítania, a zászlós urakat és a vitézeket szeretetébe fogadnia. A bírói hatalmat is figyelmébe ajánlotta. Intette még arra is, hogy minden ténykedésében türelmes legyen. Szeretettel fogadja a jövevényeket, és még szeretetre méltóbb legyen azok istápolásában. A tanács megkérdezése nélkül semmit se tegyen. Ősei mindig példaként álljanak szeme előtt. Látogasson el a zsolozsmákra, és sajátítsa el a mély vallásosságot és a könyörületességet a többi erényekkel egyetemben. Az ilyen és más hasonló tudományokban járatos, kitűnő ifjú az örök végzés folytán, aminek mindenki engedelmeskedni tartozik, az Úr születésének 1031. esztendejében ezt a halandó életét örökké tartóval cserélte fel, és az égi lakók társaságába került. Egy szent életű görög püspöknek kinyilatkoztatott az az óra, amikor az ő lelkét az angyalok a mennyei palotába vitték át. Életszentségének érdemei miatt mindenki rendkívül szerette őt. Lett is roppant szomorkodás mindenfelé. Különösen pedig az ország nagyok között, kikkel együtt az árván maradt apa nagyokat sóhajtozott. Látta ugyanis, hogy egyedül maradt, és nincs többé reménye, hogy utódot fog hátrahagyni. Vallásos érzülettel szomorkodott, mert tudta, hogy írva van: nincsen bölcsesség, nincsen okosság, nincsen tanács az Úr ellen. Az első magyar koronás királynak, Szent Istvánnak több gyermeke volt. Igaz, hogy az első szülött fiú neve Ottó csak késői forrásból maradt fönn, mégis a korabeli névadási szokások alapján biztosnak vehető, hogy ő létezett. A trónörökös Ottó serdülő korában halhatott meg, és ekkor öccse az 1007-es esztendő táján született, Henriknek keresztelt Imre örökölte a nagy föladatot, vagyis a felkészülést az uralkodásra. Szent István az ország alapítás és egyházszervezés, a védelmi hadakozás és Európára nyitott külpolitika mellett az először egyházi pályára szánt, majd bátyja halála után trónörökössé lett Imrét segíteni akarta a fölkészülésben, és megiratta számára az intelmeket. Az egyik liturgikus ének Szent Istvánt műveltsége miatt, mint doktort említi. A Karolink korban elterjedt, kedvelt irodalmi műfaj a királytükör, vagyis milyen legyen a jó király, utolsó alkotása az ő gondolataiban született meg. Bár a szöveget nem István fogalmazta latin nyelven, a betűket nem ő rajzolta a gondosan kifehérített, dörzskővel finomra csiszolt pergamenlapokra, az igazi szerzőséget, az intelmek szerzőségét mégis joggal neki tulajdonítja a történelmi hagyomány, lévén ő a tartalom meghatározója, az ideátor.
A középkorban a művészi alkotásoknál gyakran megtalálni az ideátor-artifex párost. Az első kigondolja a művet, az ötleteket adja. A másik, az artifex, az ötleteket kivitelezi. Az intelmek soraiból Imre felé atyai gyöngétség és szigor, szeretet és felelősség érzet árad, melyet István egyaránt érzett vér szerinti leszármazotta és népe iránt. Nem tudni pontosan, hogy 1018-1031 között mely esztendőben véglegesült a pontos címén Erkölcs tanító könyvecske, de az biztos, hogy éveken át töprengett rajta István és névtelen munkatársa, vagy talán munkatársai, ha többen voltak István mellett. Ez utóbbi olyan világi pap vagy szerzetes, vagy papok szerzetesek, tehát minden bizonnyal egyháziak, akik komoly filozófiai, teológiai, államelméleti, társadalomelméleti jártassággal rendelkeztek, valamint mesteri szinten bírták a latin nyelvet. A személyes hangvételű bevezető után a király a szerzőn keresztül maga sorolja föl a 10 kifejtendő témát, melyek a következők. A katolikus hit megőrzésének fontossága, az egyház helyzetének megszilárdítása, a főpapok tisztelete, a főemberek katonák megbecsülése, a kíméletesség és az elfogulatlan ítélkezés megőrzése, a vendégek marasztalása és ellátása, a tanács fontossága, a gyermekek engedelmessége, a rendszeres imádság, a jóság és irgalom, valamint a többi erény. Az államelméleti mű utolsó mondata méltó zárása, egybefoglalása a királyi intelmeknek íme így hangzik. Mindaz, amit föntebb vázoltunk, együttesen alkotja a királyi koronát, és ezek nélkül sem itt nem uralkodhat senki, és az örök királyságba sem juthat. Imre uralkodásra nem jutott, azonban szívében, lelkében ott voltak ezek az eszmék, apjától kapott ajándékgyanánt. Thank you.
A trónörökös Imre herceg, mintha túl sokáig maradt volna apja árnyékában, mert ha őt idézi az utókor, a róla fönnmaradt emlékek lassan elevenednek meg, és nem állnak egybe a történelmi személyektől elvárt pontossággal. Mintha azoknak a történészeknek lenne igazuk, akik azt állítják, hogy az Imre hercegről szóló krónika részletek, valamint a legenda nem tekinthetők olyan tudósításoknak, amelyek hiteles képet tudnak rajzolni Szent Imre hercegről. Velük szemben állnak azok a kutatók, akik az említett forrásokon túlmenően igyekeznek máshonnan, vagyis a liturgikus szövegekből is meríteni, meg sok más forrásból minden föllelhető adatot összeszedni, hogy azokból, mint egy mozaik darabok gyanánt, egyetlen egész képet alkossanak Szent Imre hercegről. Munkájuk nem eredménytelen, mert annak nyomában határozott körvonalakkal kibontakozik annak az ifjúnak a képe, aki még csak trónörökös lévén nem irányíthatta magára a kortársak figyelmét úgy, mint apja, az első koronás keresztény uralkodó Szent István, de akinek fontos tettei fönnmaradtak, s élete folyása nyomon követhető. Szent István legendái közül a Hartwig győri püspök által írott, amelyből a Szent Imréről szóló rész hangzott el, tehát az úgynevezett Hartwig-féle legenda fejtegetése Imrével kapcsolatban a legfontosabb tudnivalót közli. Erről lehántva a bibliai kifejezések drága köntösét a következőkben lehet összefoglalni az Imréről fönnmaradtakat. Az 1007-es évtáján született ifjú eredetileg nem számított a királyi hatalomban utódnak, csak bátyja Ottó vagy esetleg bátyjai halála után. Amikor viszont Imre trónörökös lett, apja és annak valamely egyházi munkatársa jóvoltából párját ritkító felkészítésben részesült. Ugyanis Európa közepének térségében senki más trónörökösnek, egyedül csak neki, az ő számára készült tankönyv, ami az intelmek bevezetőként az uralkodáshoz. E mű rövid, ám tartalma annál súlyosabb. Az államélet igazságait
veretes keresztény elvek alapján tanulta Imre herceg, és ez az együttes tanulás-nevelés formálta benne személyiségét, az ifjat, akinek idő előtti sírba hanyatlását apja, anyja, az ország előkelőinek serege, harcosainak sokasága síralommal látott 1031-ben. Szent Imre herceg már elvesztette bátyját Ottót, amikor Szent Gellért apja udvarába érkezett 1020 táján. A lehető legjobbkor, mert a serdülő trónörökösnek olyan lelki gyámorra, támaszra volt szüksége maga mellett, mint amilyen valaha a Szent Adalbert prágai püspök volt apja István oldalán. A Velencéből jött és a Szentföldre, Jeruzsálembe készülő Gellért szembe tudott nézni a veszedelmekkel, hiszen tengeri vihar kényszerítette partra Isztria félszigetén, onnan érkezett a magyar királyi udvarba, s talált marasztalásra. Gellértben világlátott, lelkiekben gazdag, fizikai erőfeszítésektől sem visszarettenő tanítóra talált az ifjú Imre, éppen akkor, amikor értelme rákérdezett a Kárpátok koszorúin túlfekvő világra, Itáliára, a tengerre, a Szentföldre. Mondhatni, Gellértől első kézből kapta az értesüléseket, hogy szelleme, lelke egyaránt tágas horizontúvá legyen. Tőle sajátíthatta el azt, amit még trónörökös kora előtt kezdett megismerni, és ami oly fontos a lélek tájain. Nem más ez, mint a lelki megkülönböztetés tudománya, vagyis a lelki nemesség fölismerése egy-egy kiváltságos felebarátban. Ilyen volt Boldog Mór, aki Szent Márton hegyén, mai nevén Pannonhalmán élt az ottani monostorban. A két baráti csók szépséges legendájának természetes alapja lehet az, hogy Imrét az ifjú, nála idősebb Mór nemrég elhunyt bátyjára Ottóra emlékeztette, talán mosolyával, nyílt egyenes tekintetével, egyetlen mozdulattal. És az emlékezés szikrája fellobbantotta a lelki megkülönböztetés lángját, hogy az vessen világot az emberlélek néha könnyen homályba burkolózó, máskor meg szempillantás alatt verőfényessé váló tájaira. István a király csodálkozva nézte fiát. Ugyanaz a harcos ifjú, aki már évek óta megüli a lovat, mintha kettős ént rejtegetne. Nappal katonái élén, akiket egyre határozottabban egyedül irányít, éjszaka imádság sűrű palástjába burkolózva, vagy éppen a hozzáintézett intelmeket olvasva. Micsak, az imádság palástja mind ragyogóbb. Még az Imrének hitvestársul szánt fiatal leányka is lesüti a szemét, nem bír az alakjából áradó tisztaságos fénybe tekinteni. Imrének jegyese volt. A források hiteles állítását nem lehet kétségbe vonni. Legvalószínűbb, hogy a messzi délkeleti Bizáncból érkezett a gyermeklány Ara, s mint a trónörökös mennyasszonya nevelkedett Veszprémvölgyben, a veszprémi várban széket tartó Gizella királyné felügyeletétől kísérve görög apácák között. Messze volt még az igazi házasság. Föl kellett volna arra cseperedni, noha a magyar király és a bizánci császár között ekkortájt olyan szoros kapcsolat szövődött, mintha a fiatalokat már igazi keresztény életközösség házasság kötötte volna egybe. Imre a trónörökös, mert előzőleg bátyja, Ottó életében egyházi pályára készült, a természet fölötti hivatásra hajlott, életmódján akkor sem változtatott, amikor az apja által fölfogadott, orosz földről ide szegődött zsoldosok vezére lett. A fegyverforgatás nem zárta ki nála a lélek fegyvereivel vívott hadakozást a testiség ellen, sőt, éppen edzett harcos volt amiatt bizonyult győztesnek a lelki tisztaság terén. Nem az utókor jámbor képzelgése, Imre tisztasági fogadalma a veszprémi Szent György templomban, hanem az erős ifjú ragaszkodása a korán megismert eszményhez.
lélekben győzte le Imre önmagát, és e győzelem birtokában állhatott apja mellett, ha a helyzet úgy kívánta békekötéskor, békesség veletek, köszöntötte Krisztus övéit, vagy ha kellett a harcmezőn, a védekező csatában a németek ellen, mert aki kardot ragad, kard által vészel. 1030-ban az idegenek ragadtak kardot a magyarok ellen. Imre herceg, apja István oldalán csak a védekezés, védelmezés kötelességét teljesítette. Testileg, lelkileg uralkodásra éretten érte a váratlan halál 1031-ben a bihari Ikfon erdőben, batkanvadászat közben, közel a bihari földvárhoz, a dukátus központjához, ahonnan uralkodni tanult. Apja, anyja, István és Gizella, meg az egész ország méltó módon elsiratták. Az egyháziak pedig örök emléket állítottak Imrének, aki hősi vér, keresztény, jó vezér. A haza atlétája Szent László király uralkodás alatt 1083 késő nyarán apja István után Imrét is az oltárra akarták emelni az egyháziak és a világiak a székesfehérvári királyi bazilikában. Ám a szükséges csoda késlekedett, és amikor végre megérkezett, vagyis amikor Imre közbenjárására égi jelnek voltak tanúi a bazilikát megtöltők, akkor már november 5-ét írtak. Tehát Imre trónörököst 1083. november 5-én Székesfehérvárot avatták szentté, és ez a nap lett az ő ünnepe. Az ekkorra született liturgikus szövegek fiatalon bekövetkezett halálát és önmegtagadó életét hangsúlyozták. Ő az Árpádházi Szent Királyok harmadik tagja István és László mellett. Azonnal templomok épültek tiszteletére, és a 14. századtól kezdve kezében liliommal ábrázolták. A barokk korban, az új honfoglalás és új honalapítás századaiban, tehát a 17.-18. században Szent Imre új életre kelt, mint az ifjúság példaképe, védnöke. Ma is november 5-én tartjuk a hős és harcias trónörökös ünnepét. Mennyei kórus, szent sereg, ti üdvözültek égiek, a legfőbb úrnak zengjetek trónjánál csengő éneket. Ámen. Jósága, mint az áradat, ki minden jót és szépet ad, s annak, ki hozzá hű marad, boldog jutalmat osztogat. Kegyelme áldott, szent erő, királyi törzsnek szentjenő, gyermekként Isten tisztelő, hős tisztaságot kedvelő. Imre, keresztény jó vezér, ki trónra termett hősi vér, hűséges harcos Krisztusért, testben, de égi módra él. Tűnő világot megveti, test szenvedélyét megtöri, s a sátán ravasz ördögi sok fegyverét mind szétveri. Így győzve hármas ellenit, az útja szüzen égbe vitt, s felölti kettős ékeit, királyi díszt és mennyeit. Ott ékesítik fényesen tündöklő csapat fényiben, a bárány híve, büntelen, véle van már immár szüntelen. Ki nem született, az atyát dicsérjük, s véle szent fiát, s a léleknek is glóriát zengjünk örök időkön át. Ámen.